Üdvözlet mindenkinek, 2022. december 6-a van. Ezúttal ismét megnézünk néhány videót, rövid részletet, illetve újságciket, információt, azzal kapcsolatban, hogy mi is az az összeesküvés, ami a háttérben zajlik, és milyen bizonyítékokkal tudunk előállni azok számára, akik még mindig kételkednek ebben. Mielőtt elkezdjük ezt, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Aki ismerős az amerikai politikai életben, az valószínűleg hallott már Candice owens aki egy konzervatív politikai kommentátor. Hasonlatosak ezek azokhoz a beszélgetős műsorokhoz, amiket Magyarországról is ismerünk politikai szakértők, elmondják véleményüket bizonyos esetekkel, eseményekkel, történésekkel kapcsolatban, és úgy általában a társadalom jelenlegi helyzetéről. Na ő ezek közül egy azt szeretném volna, hogyha valaki ismeri őt, akkor tudja, hogy ő egyáltalán nem egy összeesküvés elmélet hívő őrült, aki alumínium folyával a fején rohangál. Azonban valami oknál fogva ő is és számos más ember elkezdett beszélni egy a háttérben meghúzódó erőről, szellemiségről, ami alakítja és formálja a társadalmat. Nem a legnyíltabb módon, de azt Hiszem, hogy ez a rövid bejátszás tőle igen beszédes lesz. Számos ezek közül az emberek közül, úgy mint Cardi B, Lil Nas X, vagy Harry Styles, egyénileg nem ilyen romlott, rettenetes emberek amit én is elmondtam már számos alkalommal, hogy én nem hibáztatok senkit, akik ezt az utat választják, vagy a, a médiában, vagy bárhol is az ellenség szekerét tolják. Én nem feltétlen azt mondom, hogy mind szánt szándéka félrevezeti az emberiséget, és ezzel vezeti be ő is ezt a gondolatot. Én Úgy gondolom, hogy Harry Styles valószínűleg egy nagyon nagyszerű srác. You know what I'm saying? I actually think it's the people that are using them. Hanem az gondolom, hogy az emberek, akik használják őket. I think it's the people that are using them that are the sinister evil people, meaning hanem azok az emberek, akik használják őket. Ők ezek a gonosz, rosszindulatú emberek. Why did billboard... Például miért Választotta a billboard, hogy úgy döntött a billboard, hogy Cardi B lesz az év nője. She's never that title because... Soha nem nyerhette volna meg ezt a címet, she's admitted openly that she's robbed and drugged. ugyanis el, nyíltan elismerte Cardi B, hogy bedrogoztatott és utána kirabolt embereket évekkel ezelőtt valaki akar utána részt nézhet részletesebben ennek a dolognak, de ez essence.com, ahol arról beszél Cardi B, hogy soha nem mondtam, hogy én tökéletes vagyok, ezt ugye arra nézést, hogy előkerült az a videó, ahol ő elismeri nyíltan, hogy lényegében embereket, férfiakat elkábított, és aztán kirabolta őket a mellett, hogy persze az köztudott, hogy ő egy striptease táncos nő volt. Meg hát lényegében most is az. Itt van ebből a videóból egy rövid részlet. Ugye el kellett mennie a tisztáncos nőnek vetkőzni, és hogyha valaki le akart feküdni vele, rendben, elment vele a hotába, azt az embert, és aztán kirabolta őket. Ez az, amit ő csinált. Ez a rövid videó, ami a Twitteren megjelent, hogy valakit érdekel, lejátszom, aztán megkeresi, és akkor meghallgathatja az egészet, de elég. Rágára, a nyelvzet arra figyelmeztetek mindenkit. azt nehezményezi ugye ezek után Candice Owens, hogy hogy lehet az, hogy ez a nő az év nője lesz, aki egy strip tisztáncos nő, majd hogy nem csak az egész életét mesztelenül tölti azóta is, rágár primitív rep zajokat ad elő, és nem is olyan rég, néhány évvel ezelőtt még drogozott lefele férfiakat, és kirabolta őket. Most képzeljen mindenki, hogyha ez egy férfi lenne, aki azt mondja, hogy igen, igen, én nőket bedrogoztattam régen, és aztán kiraboltam őket, hogy mi lenne akkor. Ez csak demonstrálja, hogy a világot egy ilyen gonosz erő uralja, ami teljesen kiforgatja az embereket önmagukból azáltal, hogy ilyen báványokat állít eléjük, akik gyakorlatilag a romlottságnak számos különböző aspektusát teljes mértékben megtestesítik. Még mindig nem azt mondom, hogy ő, ő az, akit nekünk utálnunk kell. Én csak azt mondom, hogy valaki választja, hogy ez a nő legyen az év nője a Billboard magazinnál. Ki az, aki azt szeretné, hogy erre az emberre nézzenek fel a fiatal lányok, ahogy azt teszik? Mi a pontos adat, azt nem tudom, de ez yardbarker.com, ahol Beyoncé az első természetesen, ugye a Beehive, az ő követői Taylor Swift, a Swifties, ha jól gondolom, és Cardi B a harmadik, akit említenek, és az ő ö, követőit pedig Bardi Gangnek hívják. Ezek mind fiatal lányok többnyire, nyilván egy férfi nem fogja ezt hallgatni, és ő az, akiről veszik a mintát aztán. Szóval ne csodálkozzon senki ami azon, amit lát az utcán, hogyha ezek az emberek, azok, akiket követnek a gyerekek, meghallgatják non-stop. Most ezen a ponton ez átvált 18 pluszba, és nem is nagyon tudom, hogy hogy lehet ezeket lefordítani magyar, ezért nem is fogom lefordítani, mert csak egyszerűen én ezeket nem tudom így már kimondani, de ez Cardi B-nek az egyik legismertebb száma, WAP, amit Megan Thee stallion ad elő. Ez itt a zeneszámnak a szövege, ami ugye nagyjából az, hogy ribancok, a há ribancok ebben a házban, van néhány ribanc ebben a házban, aztán ez ismétlődik meg háromszor, Utána úgy folytatja, hogy, hogy ezt már tényleg nem is nem tudom sajnos elmondani, de mindenki beírja, hogyha akarja, és akkor lefordítja magának. Ez Cardi B, aki az év nője lett a Billboardon, és ezt a zeneszámot 484 millióan hallgatták meg az elmúlt két évben. Szóval csodálkozik akkor bárki azon, hogy nem képes kordában tartani a gyerekeit, Hiába pofázik bárki bármit otthon, hogyha a gyerek egész nap ezt hallgatja, meg látja, meg ebbe van gyakorlatilag bemerülve az interneten, a Youtube-on, a filmekben, a mesékben, mindenhol ezt a szemetet hallgatja, meg látja, és aztán elmennek a különböző partikra, meg fesztiválokra, és akkor ott ezek az emberek azok, akiknek a zenéit éneklik, hallgatják, erre táncolnak, isznak, stb. Olyan emberekkel vannak. Hát akkor nem úgy van, nem jobb lenne akkor mindenkinek, hogy elfordulna a világtól és eltávolodna ettől? Ezért mondtam, hogy a jelek mindenhol ott vannak. De so, a Cardi B az egyik, akiről Candice Owens beszél. You never, ever be by Bill cosby right? Soha nem lett volna szabad, hogy oda kerüljön ez, hogyha alapul vesszük azt, ami Bill cosby történt. Egy pillanatra hagyj állítsa meg a videót is. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. To, uh, she should probably be in prison according to Bill Cosby's standards. She's openly admitted to drugging and robbing men. Most azt, right? Who made that decision and why did they make that decision? These are the questions that I ask my audience to ask themselves. At the same time, Harry Styles. Okay, cover up Great. Itt van Harry Styles, a következő, aki a Vogue címlapján szerepel. Miért, miért visel akkor mégis szoknyát? Most Harry Stylesról is lehetne csinálni egy kis videót. Csak erre sajnos nincsen idő most, ez a theconversation.com. Harry Styles emelkedése és emelkedése, hogyan lett az egykori fiú banda tagból mára az egyik legnagyobb név a popban. Olyannyira, hogy a legutóbbi kislemeze, Ez itt Was, a világ rekordot döntött, és a legtöbb napi streamelést érte el a különböző platformokon. 43,8 millió ez az első héten. Meg szeretnék kérni. Már szólóként a fiú banda után grammy nyert, a Brit díjat, ugyan erre, illetve az Áriát is. Britz ez ugye hasonló zenei díj. 2019-ben az album a Fine Line Number One-ként debütált a Billboard listán, ugye ugyanaz a lista, ami Cardi B az év nőjének nevezte, és ez a legfrissebb album, amely felkerült a Rolling Stones 500-as listájára, az 500 legnagyszerűbb album minden idők. Harry Styles, és ez talán a legfontosabb, David Bowie-t követi, ami a gender fluiditást illeti, és ez a fluiditás, ez a műfajra is vonatkozik. David Bowie az ugye közismerten androgén karakter volt, akiről nehéz volt alkalmakor eldönteni, hogy férfi vagy nő, és Harry Styles is ezt a stílust követi, ami mostanában csak nem lehet észrevenni. Elindult, tehát a fiú bandával még kicsi, kisgyerek korában, relatíve, tínédzser korában, megszerezte azt a rajongótábort, és onnantól kezdve, ahogy mondtam, oly sokszor már az előfordult, viszi végig azt egy egész életen át, és mindenki, aki követi, azt eltereli arra az útra, amerre ő megy. Ez a legegyszerűbb módja szerintem a hatalomnak, hogy az embereket félrevezesse. Král egy báványt, mindenki azt követi, és ahogyan ő változik, úgy az emberek változnak. Nem így kezdte ő, hogy ezekkel a törme akármikkel jelent meg meg félig szoknyába, meg ilyesmi, hanem évek során ez átalakult, azért, hogy ez az átalakulás szép lassan vigye magával a rajongó tábort is. Normál esetben egy helyes fiatalember lenne, aki tehetséges zenét készít, és a többi, és a többi, de a lényeg itt sose ez volt. A lényeg mindig is az volt, hogy a rajongó tábort tudják irányítani. Ezért van több milliós, meg tízmilliós rajongótábora Cardi B-nek, Beyoncé-nak, Harry Stylesnak, Taylor Swiftnek, meg az összes többinek. Ez Magyarországon is megy, csak kicsiben egyébként. 2010-ben még gyerek volt, amikor a One Direction elindult. És most eljutottunk idáig, ami elülteti az emberek elméjében, különösen a fiatalabb nemzedék elméjében azt a gondolatot, hogy ez természetes, hiszen Harry Styles is ezt csinálja, nemcsak, hogy természetes, hanem ez menő, ez kívánatos, de végtelen szociális és mentális komplikációja van annak, hogy elhisszük azt, vagyis elhiszi ez a nemzedék, hogy ez természetes, vagy elfogadható. Nem arra akarok kitérni, hogy, hogy bántanunk el azt, aki így gondolkozik, vagy stb. Ezen, ezen legyünk túl. Én azt akarom mondani, hogy, hogy ez elindít egy változás a társadalom struktúrájában ugyanúgy, mint ahogy az egyén mentális szerkezetében és struktúrájában, ami aztán, amit aztán nagyon nehéz kordában tartani, Arról nem is beszélve, hogy milyen lehetetlenül nehéz lesz ezt visszafordítani olyannyira, hogy nem is lehet, ezért omlik összefelé a társadalom. Bizonyára felfigyelt más is arra, hogy a divat elment egy irányba, ami bizarr és abszurd és természetellenes dolgok kompozíciója, amit az ember, nem is tudom, hogy ezt lehet-e viselni, egy normál ember nem tud így öltözködni a hétköznapokban, hogy szoknyát visel egy férfi vagy nem is tudom, a nagyvárosokban talán, ahol már ez az erkölcsi degeneráció, ez eljutott olyan szintre, hogy ez fel se tűnik, vagy mindent elfogadnak. De talán így jobban érzékelhető, hogy mi az, amiről beszél ebben a videóban Candice Owens, mikor Harry Stylesra utal. És azt hiszem, hogy még Lil Nas X-et is megemlíti. Why Miért nem tud öltönyt viselni, miközben nagyszerűen néz ki egy öltönyben? Miért készít Lil Nas X egy sátán cipőt? Annak idején erről nem beszéltem, mert úgy voltam vele, hogy fölösleges ezzel foglalkozni, most eljött az idő, ez Satan Shoes és ez mschfsneakers.com ami ugye Satan Shoes-nak hívják ott ez Lil Nas X-nek a dizájnja, amit nem is kell szerintem lefordítani senki számára, hogy mi is az, amit ez jelent. Most állítólag valamilyen vér is található ezekben a, a levegő rekeszekben itt, de még ez nem is a fontos számunkra, hanem az, hogy most a klipét lehet, hogy meg se tudom mutatni Lil Nas X-nek bármelyiket is. Lil Nas X egyébként, ha jól értelmezem, vagy biszexuális, vagy homoszexuális előadó, akinek... Nem is olyan rég voltak hatalmas slágerei, de aki bármennyire is jártas a szimbolika világában, az számára egyértelmű, hogy mi az, ami látható a képernyőn. És egy bibliai utalás is szerepel Lukács 10. fejezet 18, ami úgy szól, hogy ő pedig mondta neki, látám sátánt, mint villámlást lehullani az égből. A kétsége ne legyen senkinek afelő, hogy azok, akik irányítják és uralják a világot, azok ezzel kapcsolatban állnak. Candice Owens pedig erre próbálja meg felhívni a figyelmet még akkor is, hogyha ő nem így fogalmaz. De kétsége ne legyen senkinek afelő, hogy az ellenség az, aki uralja és irányítja a világot. Miért is lenne ilyen design egyáltalán hogyan is létezhet, hogyha ennek semmi értelme, hogyha ez csak egy mese, hogy a világ legnagyobb előadói ezt a dekadenciát és ezt a romlott életformát és ezt a fejeteteire állított erkölcsi és morális rendszert promotálják gyakorlatilag ét nappal lát éve, és ez csak három azok közül, akiket megnéztünk. A most tényleg fölösleges talán abba belemenni, hogy a szeme hogy néz ki, meg az összes többi. Jobb oldalt látható a bibliai idézet, ez Lukács 10 fejezet 17-től, aztán halad szépen lefelé. Még mindig van, aki úgy gondolja, hogy ez a biblia az csak egy mese, és minden kitaláció. ha, ha így lenne, akkor minek foglalkoznak ezzel ennyit? Miért ekkora erőfeszítés annak érdekében, hogy promótálják ezt az életformát. Mindenki kellett, hogy halljon már erről a gondolatról, hogy jobb uralkodni a pokolban, mint szolgálni a mennyekben. Ez vár mindenkire, aki elfordul a teremtőtől, és ezek, az embereknek a vezetését követi. Teljesen mindegy, hogy mit gondol most arról, hogy a Biblia az mese, vagy kitaláció, mítoszok, gyűjteménye, stb. Miért nincs ennek a buddhizmus ellen, vagy a hinduizmus ellen, vagy bármely más ellen ilyen támadások, legalább, ráadásul még nagy tételbe, illetve ekkora erőket mozgósítva, hogy ellehetetlenítsék, hogy hiteltelenné tegyék, mint ami, ami zajlik a, a Biblia ellen, illetve az ellen az életforma ellen, amit a Biblia szeretne az emberekkel megismertetni. Ez Lil Nas ex Montero című száma, és mindenféle ilyen és ehhez hasonló jeleneteket láthatunk ebben a filmben. Ők azok, akik hatást gyakorolnak a felnövekvő nemzedékre, ezért beszél róla Candice Owens úgy, ahogy beszél, és ezért próbáltam én felhívni az emberek figyelmét erre a jelenségre. Úgy tűnik, hogy eddig mind hiába. And who, who is picking these in ki az, aki kiválasztja ezeket az embereket, és oda teszi a legnyilvánosabb helyekre, és aztán üdvözli ezeket, és ünnepli őket. Azt mondván, hogy ez nagyszerű. Great, great, okay. Ki más is lenne az, aki ezt cselekszi? Ki az, aki vajon a háttérből irányítja a dolgokat, hogy az egész világot a fejeteteire állítsa? Láthatjuk a jelenetet, amikor Sátán vagy Lucifer, kinek, hogy tetszik, a mennyekből levettetik a földre a bűneért, vagy ez az ember fölhozzá, ki tudja, de aztán ezen a rúdon csúszik le, és egy rúd táncot fog előadni majd az ördögnek a pokolban. És ezek után mondja azt nekem valaki, hogy ez az egész csak egy mese, és kitaláció, és semmi köze a valósághoz, és nekünk egyszerűen csak úgy kellene elkönyvelnünk ezt, mint egy mese. Természetesen mindenki azt gondol, amit csak akar. Én igyekszem feltárni az igazságot, és ezen igyekeztem az elmúlt években mindvégig, hogy segítsek azoknak, akiket a Teremtő hív magához, mert én biztos vagyok abban, hogy számos embert hív rajtam és rajtunk kívül, akik már felébredtek magához, mert szeretné, hogy kikerüljünk ebből a fertőből, és ő megérti, hogy félrevezetett mindenkit az ellenség, ő tisztában van azzal, hogy ez a világ, ez a romlott és a szellemiség, ami irányítja, az sokkal erősebb és hatalmasabb, mint az egyén. De teljesen mindegy, hisz úgyis ő az, aki a háttérből irányítja a szálakon. Bármekkora hatalma van az ellenségnek, akármennyi videót készít, zeneszámot, báványt állít nekünk, meg ikonokat, tanít minket az iskolákban, a híreken keresztül manipulál, a politikán keresztül elnyom mindenkit, hazudozik reggel estig, teljesen mindegy. Azért, mert úgyis ő az, aki irányítja a világot, és ha akar, akkor felvilágosít mindenkit, aki csak szeretne. És most ez történik, ez az, ami zajlik a világban. Ebben szeretnék segíteni mindenkinek. Úgyhogy próbáljunk meg együtt dolgozni azért, hogy felébresszünk minél több embert. És annak az egyik módja az, hogy ezeket a videókat, amint lehet, megosztjátok, lájkoljátok, és támogatjátok a munkánkat többek között. Azért, mert ez egy háború és amint látja mindenki, az ellenségnek nem esik nehezére támogatni az öveit. Ha ő akarja támogatni őket, akkor ők milliárdosok lesznek. Hogy lehetséges az, hogy mi küzdünk az igazságért? Mindenki azt mondja magáról, hogy ő igen, ő, ő az igazságért van. Mégsem hajlandó áldozni semmit erre az egészre. És nem erre akartam kiegyezni az egészet. Mindenki úgy jár hozzá, hogy akar. Tegye mindenki a dolgát. De ne gondolja senki azt, hogy ez egy örökké tartó harc, mert nem az, és az időnk el fog és már a végéhez érkeztünk. Úgyhogy gondolját mindenki azt, amit csinált eddig, amit csinál, és ahova tart, nehogy aztán eljöjjön a pillanat, és váratlanul betoppanjon. Jahusha Hamashiach! és felkészületlenül érjen sokakat, mint ahogy az szerintem történni fog. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan folytatjuk. Remélem hasznosan találtátok ezt a videót. Addig is mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!